Sziasztok! Ismét jelentkezik a Maheszti TV. Rendezvényszervezői szempontból milyen a hastánc, milyen rendezvényekre javaslod? Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően azért nehéz rá válaszolni, mert ahhoz picikét végig kellene gondolnom, hogy kik azok, akik számára ez a hastánc tényleg olyan pozitív értéket, olyan gondolatokat jelent, amiben neki ez segíti a kikapcsolódását. Úgyhogy erre én nem is fogok tudni egyértelmű választ adni. Azt gondolom, hogy ha egy minőségi hastáncot látunk, akkor az a legtöbb olyan rendezvényen, ahol a minőségi előadás számíthat, mindenképpen szóba jöhet. Ez lehet akár egy cégnek valamilyen eseménye, de ez lehet egy konferenciának, az esti programjának a része is, tehát így általánosságokban ezeket tudnám mondani. A gyakorlatban pedig ahhoz, hogy ezt el tudjam dönteni, elsősorban kellene látnom egy-két olyat, amit az direkt ilyen előadásokra szánnak, másrészt pedig egy kicsit utána kéne néznem, hogy mi az a közönség, aki erre abszolút vevő lehet. Te, mint rendezvényszervező, mit tanácsolnál a hastáncos fellépő lányoknak, mire figyeljenek oda a rendezvényeken, milyen típusú táncokat adjanak elő? Alapvetően röviden legyenek jók. Tehát az, hogy élvezhető legyen, az azt jelenti, hogy ne érezzem azt, hogy valahol bénácska. Ha együtt mozognak, akkor mozogjanak együtt. Hogyha össze van rakva a koreográfia, akkor tartsa mindenki a koreográfiát. És próbálják megteremteni azt a hangulatot, azt a milliót, amitől az ember kikapcsol, és amitől arra fog odafigyelni, amit csinálnak, és nem a környezetére.